10 millió évvel ezelőtt a mai Rudabánya helyén egy félsziget nyúlt a Pannon-tengerbe, ami rengeteg élőlény lelőhelye volt, köztük a Rudapithecus hungaricusi is, ami az 1965-ös felfedezésével világhírűvé tette a kisborsodi települést. A felfedezés mementójaként magaslik nyár óta egy látogatóközpont a Majom-szigetként hívott területen. A Vasáros Zsolt építész és a BME építőművészeti doktori iskola által megálmodott épület már messziről felhívja az egyelőre csak arra sétálók figyelmét. A 3600 tonna beton felhasználásával elkészült épület még nem nyitotta meg kapuit, de elkészült, ám további fejlesztésekre vár. Ez a vidék, ami történelmileg nagyon érdekes, épített örökségében nagyon gazdag, ugye ez még a török hódításból is kimaradt, ez a gótikus út, ugye ez a bányászati örökség, és még itt van ez a természeti környezet, világörökség, aktelek, tehát hogy ebbe ugye ez a Rudapithecus történet, mint egy ismert, de abszolút ki nem aknázott világszenzáció, ez így összehozható. És akkor ők ugye a doktoranduszokkal ugye ezt így nagyban csináltuk, ugye ezt a tematikus utat, aminek hát ugye Ózd és Rudabánya volt a két ilyen központja, ugye Ózdon is ismerjük a fejlesztéseket, ezekben volt a legnagyobb potenciál, és akkor mi meg úgy döntöttünk, hogy akkor ezt koncentráljuk Rudabányára, és ezt valahogy így lendítsük tovább, és ebből kijött egy ilyen nagyon gyümölcsöző együttműködés, hogy végre, mint a nemzetközi gyakorlatban olyan sok helyen ismert ez a praxis alapú oktatás, hogyha valami épeszű, reális, valóságos dolog keletkezik a praxisban, akkor azt igazából érdemes egy egyetemi közegben ugye megjáratni, hogy ott lehet ebből olyan eredményeket kihozni, ami aztán tényleg a valósággal is egy ilyen jó viszonyba kerül. Tehát így kezdődött a történet. Ez nem egy olyan dolog, mint egy műemlékhelyreállítás, vagy egy lakóép, tehát hogy ennek nincsenek referenciái, tehát itt szinte bármit lehet csinálni. Ugye ott volt ez a gyakorlatilag lényegi rekultiváció nélkül visszaerdősült táj, ami egyébként az Aggteleki Nemzeti Park területe, sőt világörökség, mert hogy ugyanaz a terület, ami hát ugye nem azért világörökség, mert hogy bánya, hanem mert egyszerűen ott van a Rudapithecus lelőhely. És hát olyan jól sikerült itt a természetnek ez a térhódítása, hogy tulajdonképpen, hogyha valaki oda megy, hát ezt egy percig se gondolja, hogy ez egy bányaterület volt valaha. Tehát ott látja azt a gyönyörű tófelületet, ugye egy kicsit ott ki lehet azért venni a bányateraszokat még, de hát ez olyan, mint egy svájci hegyekben egy ilyen kis tengerszem, és ebben is van egy iszonyú kontraszt, ugye ez Európa egyik legmélyebb édesvízi tava. És a legveszélyesebb is, mert hogy a bányagépek egy része, mindenféle ilyen drótok, altárok, ezek ott vannak a tó mélyén, emiatt ugye ez egy nemzetközileg is elismert búvárkiképző hely. Tehát, hogy a legtöbb búvár, akik ilyen olajfúrótornyokra, meg nem tudom hova mennek, ipari búvárok, nehéz búvárok, ők itt kapják a bizonyítványukat, mert hogy hát ilyen hely nincs máshol. Bármilyen ilyen kemény arcot is mutat ez az épület, ez egy nagyon is ilyen organikus dolog, tehát hogy tényleg oda rá van téve a terepre, és hát azért ilyen kemény, mert hát polgármester úr azt kérte, hogy na ez aztán tényleg vandálbiztos legyen. Bármilyen romlandó, mulandó anyagból nem lehet, mert ők ezt nem tudják másként fenntartani, és hát ugye ez a betonvilág, ez tulajdonképpen összejött ezzel a volt ipari környezet, tehát egy kicsit ilyen nyers, kicsit ilyen durva, ez a vandálbiztosság, ez a fenntarthatóság, ugye a fogadóépületben ilyen maghőszigetelt falak vannak, ugye talajszondáink vannak, majd a nagy épület tetejére napelemek is kerülnek egyszer, és ez egy teljesen autonóm ház lesz egyébként, tehát hogy erre is így állatira odafigyeltünk, a tóvíze egyébként iható minőségű, azt egy kicsit tisztítással felszivattyúzva azt tudjuk minimum kézmosásra használni, de az sincs nagyon messze, hogy abból ivóvizet gyártsunk.